Itt az adásban pedig foglalkoztunk már a nyugdíjak kérdésével, a nyugdíjasok kérdéskörével, most ugye lehetett látni a legfiatalabbakat, az anyateljes táplálás világnapja alkalmából, most akkor jön egy újabb korosztály, méghozzá az Ifjúság Kutatóintézet kutatója van itt Sullivan Ferenc a stúdióban. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Hiszen a legújabb kimutatás szerint a 40 év alattiaknak a többsége itthon képzeli el a jövőjét. Mielőtt erre rátérnénk, hogy egészen pontosan ez hogy néz ki, mik azok a legnagyobb problémák, amik egyáltalán foglalkoztatják a fiatalokat, és adott esetben erre Magyarországon találhatják meg a válaszokat. Mielőtt rátérnénk a konkrét kutatási adatok ismertetésére, talán érdemes foglalkozni a fiatalok problématérképével. Egy alapvetően optimista, derülátó ifjúságról beszélhetünk, azonban ezt az optimizmust árnyalja a frusztráció, illetve a frusztráció okának számító bizonytalanság és céltalanság érzése a fiatalok körében. A jelenlegi 1000 fős mintán és a kibővített ifjúsági korosztályban, tehát a klasszikus 15-29 éveseken kívül a 30-as korosztályt is felölelő 1000 fős mintán végzett reprezentatív kutatásunkban azt tapasztaltuk, hogy a fiatalok alapvetően a koronavírus járvány alatt tapasztalt eredményeknek megfelelően a bizonytalanságot, illetve a céltalanságot tekintik a legnagyobb nemzedéki problémájuknak, a saját generációjukra nézve, tehát nem feltétlenül a saját élethelyzetükre nézve, hanem a nemzedékük egészére nézve. Mintegy 40-45% említi a jövővel kapcsolatos frusztrációt. Itt az általános bizonytalanság, illetve a céltalanság érzése mellett olyan ritkábban felbukkanó problémákat is említhetünk, mint például az oktatási tanulmányi előremenettel, az, hogy a fiatalok véleménye az ő érzésük szerint nem számít, nem kérdik ki a véleményüket, illetve az olyan válságok, strukturális nehézségek, mint például a klímaváltozás vagy a bevándorlási helyzet, ezek jóval ritkábban említett tényezők. Összességében 40-45%, tehát közel fele a fiataloknak sorolja ezeket a problémákat első helyre, és egzisztenciális problémákat említ mintegy egyharmaduk, illetve az olyan közösségi jellegű nehézségeket, mint a családi baráti kapcsolatok hiánya, illetve a családi élet válsága, valamint a devianciával, meneküléssel, tehát kábítószer használattal, bűnözéssel, kivándorlással kapcsolatos problémaköröket egyaránt kb. 10-10% említi. Itt azért érdemes figyelemmel lenni arra, hogy a koronavírus járvány utóhatásaként továbbra is előkelő negyedik helyen van a közösségi kapcsolatok hiánya, nem elégséges volt, a fiatalok 8%-a említi ezt. Nézzük akkor ezt a legújabb tanulmányt, amiből az jött ki, hogy Magyarországon képzelik el a fiatalok a jövőjüket. Hogyan néz ez ki, milyen arányban? Így van, a 15-39 éves korosztály vonatkozásában elmondhatjuk azt, hogy 2050-es céldátummal a döntő többségük, mintegy háromnegyedük itthon, házasságban, gyermekekkel és saját tulajdonú ingatlanban képzeli el a jövőjét. 76% mondja azt, hogy 2050-ig, tehát mire 42 éves, illetve 66 éves lesz, ugye ez a két véglet, saját tulajdonú ingatlanra lesz, 75% nyilatkozik úgy, hogy házasságban fog élni, és 72% mondja azt, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon fog élni. Természetesen az összes válasz tekintetében a válaszadók mintegy egy tizede nem tud válaszolni a kérdésre. Tehát az első, tehát még kedvezőbbek ezek az adatok, mint elsőre gondolnánk. Sullivan Ferenc, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.